A Baranyi család még együtt, boldogan. Egy évvel Ricsike halála előtt. Ricsike az édesapja és az édesanyja. Megismered? Hogy ne? Nagyon, persze. Igazi férfi. Igen. Igen. Én magasabb is, mint... Szilveszter áruszállítóként dolgozik. Gyakran vitte magával a fiát, szerte az országban. Pont utána, hogy történt vele ez a tragédia, másnap mentünk volna dolgozni ugyanilyen bonomelő dolgot itt Kecskeméten, és hát nagyon örült neki, hogy nyárra akkor ő is tud most dolgozni, és tud jönni meg mindenfele. Nem is annyira, hogy a pénz érdekelte, hanem inkább csak az a munka szeretett meg. Hát úgy dolgozott, pakolt meg minden, nem kellett neki mondani véletlenül se, hogy na ezt csináld, vagy valamit, mert senki nem kényszerítette rá is, és nagyon szeretett mindent csinálni. Hát nagyon nagy kár érte. Hát sajnos ilyen az élet. Tessa korábban sohasem értette, hogy hogyan lehet az ő gyermeke ilyen tökéletes. Most már érti. Ricsinek 13 éve volt mindarra, amire másnak 80 év jut. Szeretni tudni kell. Igen. Szeretni tudni kell. Ki tehát kell ez tudni mutatni. Ki kell tudni mutatni. Igen, 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 igen. Így van, pontosan, így van. Nekem meg ő volt a mindenem, tehát ő volt az életem értelme, szó szerint. Nagykörösre beszélünk meg Találkát. Tessa ide jár terhes rendelésre. Ladányben él lakik, és Cegléden szül majd. Nagykörösön ugyanis megszüntették a szülészetet. Ebben a szép új kórházban, amely műtőkkel is felszerelt, rehabilitációs központ lesz. A környező városok nem kis örömére, így a nagykörös közeli nők is hozzájuk járnak majd szülni. Oda viszik a pénzt. Erzsike is 20 évig itt szülészkedett. Szóval ez fájdalmas dolog. Ez nekem nagyon, hogy én tényleg ezt tanultam, ezt csináltam több éven keresztül, csak egyik napra a másikra megszűnik, és akkor ide kerül egy rendelőintézetbe. Ez csak egy kis kórház volt, ahol volt idő, naponta az a 2-3 szülés lement műszakonként, már egy egész nap, tehát műszakonként 1-2 szülés. Volt idő beszélgetni a kismamával. Fellazítani, feloldani. Igen, és ez nagyon sokat jelentett a szülőnöknek. Tessa székely főorvost egy magárendelésen választotta ki, tudatosan ment magárendelésre. Ricsike kórházi ellátására és orvosaira ugyan ráment az egész vagyonuk a fél éves kóma alatt, de akkor Tessa megtapasztalta, hogy hálapénz nélkül nem működik az egészségügy. Nagyon nagy bizalommal vagyok iránta, mert ő első perctől kezdve végül is a mobilszámát nekem megadta, és tényleg bármikor, bármilyen problémám volt, mindig elértem. Tehát olyan nem volt, hogy nem tudtam elérni. Tehát ha bármit kérdezni akartam, vagy sőt, időpontot egyeztetni, és mindig úgy jött, hogy jöttem, hogy telefonon beszéltük le. Hogyha véletlenül nincs szabadságomban, vagy bármi szülésre ment, vagy bármi közbe jött neki, akkor én ezt tudtam, és akkor én fölöslegesen soha nem jöttem át hozzá. Székely főorvoshoz jár Nagykörös és környékének jó része, úgyhogy magánéletre nem igen marad idő. Én is elvárnám ezt az orvosommal, hogyha szemben, hogyha ilyen kapcsolat lenne, hogy ez a mi pályánknak a sajátossága és a nehézsége, ez az állandó készenlét. A sikerélmény a szép gyermek, amikor megszületik, és az, amikor látja az ember, hogy egy város negyed nála született, mert azért egy több évtized alatt már tudjuk, és ami a legszebb, részben szép és részben szomorú is, hogy most már azok jönnek szülni hozzám, akik nálam születtek. Ez annyiból szép, hogy ez egy nagyon szép dolog, de annyi viszont nem, hogy a koromat érzem. Tessa arra kéri a főorvost, hogy korábban feküdhessen be a kórházba. Részint a távolság miatt, részint, mert egyedül van otthon, amikor Szilveszter szállít. Egy héttel szülés előtt. Már hamarosan
Érkezik a kis Ádámka. El van minden készítve neki. Kicsit olyan üres azért az ember, tehát készülsz, meg várod a kisbabát, meg tudod, de úgy valahol a gondolataid még mindig a Ricsike. Még mindig, tehát meg mindig őt kötöd mindenhez. Tetsza Ricsi halála után bevett egy zsáknyi gyógyszert, de életben maradt. Hamarosan talált a polcon egy lapocskát rajta Ricsike kézírásával. Magyarul és angolul. Tetsza üzenetet kapott a fiától, legalábbis ő így gondolta, és ez erőt adott neki. Tudta, hogy az életben maradásának egyetlen feltétele van, egy kisgyermek. Ha nem lesz gyermekük, meghal. Ahogy tervezték, azonnal teherbe esett. Nem félsz attól, hogy Ádámkát is majd hozzá próbáljátok hasonlítani, hogy bezzeg, amikor a Ricsi ennyi idős volt, akkor biztos, hogy milyen nagy védő biztos, volt. Hogy lesz, biztos, hogy lesz, ma hát megpróbál az ember azért, tehát ez valahol nem jó dolog, hát neki nem lesz könnyű dolog, meg fogom próbálni, hogy ne, de elő fog fordulni, biztos. Biztos, mert Ricsike egy példakép volt. De biztos, hogy őt fogom, Ricsikét fogom benne keresni majd, tudod? Tehát... Hát föl kell kötni a gatyáját. Igen, nehéz lesz. Nehéz lesz nekem is, meg neki is, meg mindenkinek.